Dr. Tímá Tibor fogadta telefonhívásokat, középfülgyulladás és ehhez hasonló betegségek témakörben. Mi volt az, ami a legjobban foglalkoztatta a nézőket? Hát több anyuka telefonál, de általában ilyen átlag 40 éves embereknek az anyukái telefonál. Tehát ez felnőttkorban is ennyire tipikus probléma? Általában az egy más, általában inkább, ott inkább az egyik például egy olyan fiatal emberről volt szó, akinek már évtizedek óta lukas a dobhártyája, tehát az egy más dolog, tehát egy krónikus középfülgyulladás talán. Az utolsó telefonra reagálnék itt, hogy kérdezte az anyuka ezt a fülmelegítést, mert itt az előbb nagyon emelegette a melegítést, de én az arcról beszélek, vagy arra a dolog, hogy az arcot érdemes nagyon melegíteni. A fülmelegítés azt hiszem, hogy az nem annyira hasznos, mint hogy ez általában elterjedt az országban. Vagy... Tehát akkor ez a gyakorlatban úgy lenne praktikus, hogy amikor középfülgyulladása van a gyereknek, akkor infralámpával ezt a középső részt melegítjük azért, hogy innen... Hát igen, nem konkrétan a fülgyulladás kezelésére, hanem a fülgyulladáshoz vezető vagy azt fenntartó nátha vagy melléküreggyulladásnak a kezelésére. Magát a fület nem biztos egyáltalán, hogy érdemes melegíteni. Tehát van egy szakasza, több szakasza van egy ilyen betegségnek, van, amikor a legelején lehet, hogy esetleg van valamennyi haszna, de a legelején nagyon rövid szokott lenni, és aztán ha már geny van a fülben, akkor inkább hajlamosít arra, hogy esetleg még több geny jöjjön fel, és esetleg kirukadjon a dobhártya, kifolyjon a geny, ami nem tragédia, de nem... Igen, vannak, akik ennek a pártolói, hogy ürüljön magától. Hát azért ez nem egy vágyott dolog, de nem a nagy baj, mint régebben esetleg gondolták. De vannak más fül fájdalmajáró fülbetegségek, például a leggyakoribb a halójára gyulladás, amikor a bőr gyullad be a dobhártyán kívüli betegség, annak például valószínűleg kifejezetten rosszabb tesz, hogyha melegítjük. És ezt inkább a medencéből szedjük össze. Na hát ezért kezd a orvoshoz menni, hogy megtudjuk, mi a fontos probléma, és mi a megoldás. A doktor úr, nagyon szépen köszönjük, hogy a segítségünkre volt ma.